mostani előadásnak a fő vonalai tulajdonképpen benne vannak a Meteornak a legutóbbi számába. Éppen ezért egy kicsit nagyobb általánosságba szeretnék beszélni két közép-európai csillagvizsgáló, a Bécsi Egyetemi Csillagvizsgáló és a Nagyszombati Egyetemi Csillagvizsgáló megnyitásának a 250 éves évfordulójára. Erről valahogy Magyarországon úgy megfeledkeztek szélesebb körbe, mert a tavaszi ELTE-n tartott spec kollégiumnak nevezhető előadást leszámítva nem nagyon emlékeztek meg arról, hogy most 250 éve kezdték meg a csillagászati megfigyelést a Nagyszombati Egyetem csillagvizsgálójába, amely a maga korának egyik legmodernebb obszervatóriuma volt. Ha elolvassuk a régebbi cikkeket, beleértve az én régebbi cikkeimet, akkor az ember azt a szomorú dolgot tapasztalja, hogy úgy megemlíti mindenki Nagyszombatot, sőt, például a szegény bevilakva Borsodi Béla az elég hosszan ír az adminisztrációkról, de hogy mit a csodát csináltak ott, és miért nézett úgy, ahogy ki, ahogy kinéz, arra senki nem írt. Úgyhogy inkább ezekről egy pár szót. A csillagászat eszközeibe és intézményeibe a 17. század végétől egy nagy, ugrásszerű változás történt. Egyrészt a csillagászat igen fontos, majdnem kiemelt része volt a felvilágosodás kora tudományainak, és ehhez a eszmei irányzathoz gyakorlati aláfestésként szükség volt a csillagászati észlelésekre. Másrészt pedig hát a tengerészet és az időszámítás rendkívül fontos, hogy bizonyos mértékig összefüggő volt, és egyre pontosabb adatokat követelt, tehát szükség volt a csillagok pontos koordinátájára és a pontos hely meghatározásokra. Ennek volt eredménye az, hogy a 18. század elejétől ugrásszerűen megnő a csillagvizsgáló intézetek száma. Mert egyrészt ennek a ugrásszerű növekedésnek az is oka volt, hogy csillagászati megfigyeléseket csináltak régebben is, de a régi zömmel fából, könyv vagy könnyű fémszerkezettel készült és kézbe hordható mérőeszközök, szextánsok, kézi kvadránsok korában tulajdonképpen egy palotának a tetejéről, tetőteraszáról, erkélyéről történtek az észlelések. Hát Mátyás király csillagvizsgáló, ez nem csillagvizsgáló volt, hanem a királyi palotának egy terme, ahol a műszereket tárolták, és az ablakaiból kinézve észleltek. Ahogy a pontosságra egyre nagyobb szükség volt, a műszerek mérete is nőtt, és kiderült, hogy bizony a még a jó, erősen megépített paloták és bástyák is sokszor eléggé könnyen rezegnek, ingadoznak, tehát a nagyon pontos ív, perc pontoságú mérésekre már célszerű volt külön a célra alkalmazott építményeket emelni. No, éppen ez az igény, a külön csillagvizsgáló épület igénye, ahol aztán a csillagász lakhatott is, meg dolgozhatott is, ez a barokk korban merül fel, hiszen a barokk nem egy művészeti irányzat, hanem egy eszme áramlat. A barokk tulajdonképpen a nagyszerűség, a nagyszabású építkezések, a látványos templomok, látványos palotáknak a kora. Részben ez megnyilvánul a csillagvizsgáló építésében is, hiszen a 18. század elejétől, már a 17. században is, de a 18. század elejétől a uralkodók kezdenek alapítani csillagvizsgálókat. Addig zömmel magánemberek, Galilei mint a saját ház tetejéről, Hevelius a háza melletti rétről végezte az észleléseket, de a 18. században, amikor a hajózásnak, a térképezésnek, tehát a hadászatnak is szüksége van csillagászati adatokra, attól kezdve már az uralkodók alapítanak legalább egy
állami csillagvizsgálat, amit királyi obszervatóriumnak neveznek. Általában a párizsi királyi csillagvizsgálót, a mai nemzeti obszervatóriumot tartják az első ilyen állami obszervatóriumnak. Valójában az első mai értelemben a csillagvizsgáló, állami csillagvizsgáló királyi obszervatórium az a koppenhágai dán királyi csillagvizsgáló volt, amit a kerektoronynak nevezett báskán építettek föl. Hát ez még nem igazán csillagvizsgálónak épült torony, ez egy bástyatorony volt, de átalakították és csillagvizsgálóra építették, és tulajdonképpen a csillagász toronynak ez vált a mintaképévé. Ez 1642-ben volt. A következő, amit viszont már ismertebb, a párizsi nemzeti csillagvizsgáló. Közben megnézzük, hogy majd nézzük a következő képeket, kérem. A koppenhágai nemzeti csillagvizsgáló, a kerektorony mai képe. Hát látjuk, hogy nagyjából a formáját megtartotta, csak egy kis kupolát tettek a tetejére, egyébként ma bemutató csillagvizsgáló és csillagászati múzeum, tehát egy 1642 óta működő obszervatórium. A párizsi nemzeti csillagvizsgáló a francia baroknak a nagyszerűségét akarja. Ő az angol baroknak a képviselője, 1675-ben második Károly alapítja. Éppen azért, hogy a tengerészek számára a földi hosszúság mérésére legyen egy intézmény, ami a király parancsa szerint működik. Egyébként nagyon érdekes, mutatja, hogy a barokk építészet az mennyire, és a barokk művészet is azért mennyire fontos volt az építők számára. A Christopher Wren, Londonnak az újjáépítője, aki tervezte ezt a csillagvizsgálót, azt írja a naplójába, hogy a földrajzi hosszúságok észlelésére a tengerészek számára, és egy kicsit a pompa kedvéért is épült. Hát ez az angol baroknak a pompája, a német és a francia baroknál szelidebb egy kicsit. Na, akkor most jön a párizsi. Hát a párizsi nemzeti obszervatórium 1666-ban épült, ez viszont a francia kastélyépítészetnek a tükörképe, de itt látjuk a nyugat-európai barokk csillagvizsgálóknak a jellegzetességét, nem annyira a torony a lényeges, hanem a terjedelme, tehát egy sok mindent befogadó épület. Az észlelések az ablakon keresztül történnek, és a tetőteraszról történnek. A műszerek egy része még olyan volt akkor, hogy lehetett hurcolni, és szétszedve vagy egészében fölvitték a tetőre a kisebb műszereket, a nagyobbakat pedig az ablakokhoz tették. Egyébként ezeknél az volt a lényeges, hogy olyan nagy észlelőtermek legyenek, ahol sokféle műszert lehet elhelyezni, egyik ablaktól a másikhoz hurcolni. Másrészt pedig nem csak csillagászati eszközök voltak, hanem fizikai kísérleti eszközök is. Például mint a villanygépek, meg légszivattyú, meg ilyesmi is volt. És elég mulatságos mai szemmel nézve, hogy például egy rézmetszetű ábra bemutatja 14. Lajos király látogatását a párizsi nemzeti obszervatóriumba, és a király állat egy műszer előtt nézegeti, közben a falon például egy csontvázló, emberi csontvázlók, a másik oldalon valami szárított növényeknek a tablója van. Szóval ez is a csillagászathoz tartozott. A következő, légy szíves. A igazi barokk csillagásztorony 1712-ből a bolognai torony, ezt már kimondottan, a tornyot magát kimondottan csillagászati célba építették, és mivel a épület maga és a toronynak az alapja az nem állt a fővilágtájaknak az irányába, tehát a tetején az észlelő helységet azt elforgatták, itt volt egy terasz, innen is lehetett észlelni, és az észlelt helyiséget, ahol az ablakon keresztül a műszerek kinéztek, azt pedig elforgatták, hogy az ablakok pontosan kelet-nyugat, illetve észak-dél irányba nézzenek. Azért néz ki ilyen faramúciul ez a
torony. Egyébként a Magyarországot is megjárt Marsili grófnak a hagyatékából, illetve az által ajándékozott műszerekből épült fel. Na, időben közeledünk már azért Magyarországhoz, ez, helyileg is közeledünk, a német barokk. Hát ez a Kremsmünsteri Benedek rendi apátságnak a csillagvizsgálója 1748-ban épült, egy tekintélyes épület. Itt is a nagy ablakok, ahol az észlelés történik, az erkély, ahova ki lehet hurcolni a műszert, és biztos a tetőterasz, innen is a zenit felé lehet nézni. A kupola viszont már korabeli, de az elődje az korabeli, tehát ezen már volt olyan műszer is, ahol amin felett kupola állt. Tényleg a paralaktikus műszerek akkoriban eléggé kis szerepet játszottak. A Kremsmünsteri csillagvizsgáló egyébként egy nagyon érdekes láncolatnak a tagja, de először itt még valami, hogy miért ilyen torony? Az egyik a barokk szelleméből következik. A Közép-Európában, ahol a reformáció hatása erős volt az ellenreformáció hatása is, főleg a jezsuiták részéről. Ők templomtól kezdve a palotáig a katolicizmusnak a uralkodó fölényét és a nagyszabásúságát akarták érzékeltetni, és miután udvari támogatása is ment az ellenreformáció, tehát volt mondjuk anyagi fedezet is. A templomtól a csillagvizsgálóig mindennek nagyszabásúnak kellett lenni, és hát mondjuk ez a bizonyos mérték fölemelő, és ugyanakkor a kis emberre nyomasztó hatás, ez a torony is képviseli. A másik, tehát mondjuk ez volt ugye az eszmei cél, amit nem is nagyon titkoltak egyébként, szóval ez nem egy, hogy is mondjam, kitalált ideológia, ezt meg is írták a maguk arába is. A másik pedig az, hogy az akkori fatüzelés mellett a városok közelében terjengett a köd és a füst, tehát a csillagvizsgálat ki kellett nyúlnia. Még mondjuk Kremsmünster ilyen szempontból jó helyzetben volt, de például Buda vagy Bécs, ott bizony a csillagvizsgálat ki kellett nyúlni a ködből és a füstből ahhoz, hogy a szabad eget lássák. Egyébként Bécsben hát helmicseik az nem tudtak észlelni, mert a Duna felől hömpölygő köd, az néha teljesen eltakarta a csillagvizsgálat, bár tiszta idő volt, de eltakarta. Nos, így jutottunk el Nagyszombatra és Bécsbe. Tudnélik, a Közép-Európában éppen a jezsuiták építenek számos csillagvizsgálat a 18. század első harmadától a rend feloszlatásáig. A jezsuiták ekkor ismerik föl, hogy ahhoz, hogy ők a tudományos kérdésekbe beleszóljanak, ahhoz lépést kell tartani a tudomány fejlődésével. Tehát modern csillagvizsgálatokat, sőt, a kor legmodernebb csillagvizsgálat építik. Ez mondjuk Nyugat-Európában kevésbé, pláne a protestáns államok, mondjuk Dánia kevésbé érvényesül, sőt nem érvényesül. Kelet-Európában azonban kiugrik, mert sem Ausztriában, se Csehországban, tehát általában a török hódoltsághoz közel eső területeken 1700-as évek közepéig nem volt komoly csillagvizsgáló építkezés. Harmadrang, még érdekes módon Prágában sem nagyon volt modern csillagvizsgáló. Prágában 1751-ben a jezsuitáknak a egyetemén alapítanak, ugyan egy Clementinon építenek egy kis csillagvizsgáló tornyot, ami elég szerény a többihez képest. Tulajdonképpen az első csillagvizsgáló intézmény, amit a Közép-Európában építenek, és kimondottan ebből a célból, a szintén jezsuita alapítás Bécsben, a jezsuita kollégiumnak a tetőzetére emelnek egy 50 méter magas tornyot 1733 körül. Ez volt az első modern csillagvizsgáló, de nem állami volt, hanem ez a jezsuita rendé volt. Ők azért építették, mert csillagászok volt ugyan, de a csillagásznak nem szabad, hogy a jezsuita szerzetesnek napnyugta után nem szabad elhagynia a
kolostort. És ezért hát a csillagászok általában éjszaka észlelnek, kivéve a napfizikusokat, akik néha egyáltalán nem észlelnek, és ezért aztán nagy bajban a Hellmichsáéknak is ez volt a legnagyobb problémája, hogy amíg a jezsuita rend létezett, addig neki külön a rendtartomány főnökétől kellett engedni, hogy elhagyja a lakásától 50 méterre levő csillagvizsgáló kedvéért a éjszaka a lakást, aztán amikor rendet feloszlatták, akkor közmegszűnt. Tehát Bécsben fölépítik a tulajdonképpen az első nagyobb szabású csillagvizsgálót, bár mondom, működött ott már a jezsuitáknak egy torony, csillagvizsgáló tornya, de ez nem állami volt. 1750-es években az egyetemnek egy új díszes épületet építenek, ez az új aula, és 1755-ben a udvarra szálló csillagászati műszerek, amik addig magánkézben voltak, azokat el akarják helyezni, és ekkor építik föl ezt a pót építményt. Tehát az új alán, barokk új alának a tetőzetén még húznak keresztül egy kis fából és téglából összetákolt építményt, és ezt nevezik ki csillagvizsgálónak. Ennek a csillagvizsgálónak az első igazgatója lesz Hellmichsa. Mint látjuk, az eredeti 1755-ös bécsi csillagvizsgálón nincs is egyáltalában forgó kupola, egyszerűen azért, mert nem volt olyan műszerük, amit kupola alatt kellett volna elhelyezni. A műszerek itt a nagy ablakokon keresztül néztek ki, a meridiánház pedig itt ebbe a lépcsőházba, ez a lépcsőház is volt, ami a teraszra fölvezetett, a lépcsőházba helyezték el. A bécsi csillagvizsgálónak csak a Hell halála előtti években lett két kis kupolája, képet légy szíves, amikor itt két ilyen forgó dobot helyeztek el, akkor jutottak olyan műszerhez, ami fölé kupolát kellett építeni, tehát minden irányba forgatható, és nem helyéről el nem mozdítható műszerhez, ami fölé forgó kupolát kellett elhelyezni. Egyébként mind a két kép hiteles fénykép értékű, tudnélik ezt a Canelotto nevű olasz festő készítette, kamera obszkurával, tehát úgy, hogy egy sötét kamrába a tájképet levetítette egy fehér papírlapra, annak az alapján a körvonalakat megrajzolta, és akkor azt töltötte ki a festményével. Tehát gyakorlatilag a méretek, arányok azok teljesen hitelesek. Különben a bécsi csillagvizsgálónak a maradványait, aki Bécsbe jár, és az Ignác Seipel téren megnézi az akadémia székházát, az egykori új alát, az felfedezheti a tetőn a keresztbe húzott építményt. Nos, a bécsi csillagvizsgálónak az első igazgatója, ugye Hellmichsa volt, tulajdonképpen nem ő tervezte és nem ő rendezte, ő egy kész csillagvizsgálat kapott, és egész életének az egyik legnagyobb gondja volt, hogy ezt a szerencsétlen csillagvizsgálót, ezt Európa szerte ismertét tegye. Tudnélik, a bécsinek volt egy óriási hibája, miután utólag húzták föl. Semmiféle gerendás alátámasztása nem volt, főfalakra nem támaszkodott, és Hell is írja, aztán az utóda is írják, hogyha például lent a földszinten becsaptak egy nagyobb ajtót, kaput, akkor a csillagvizsgálóban a műszerek megrezdültek, és ha az emeleten csapódott be mondjuk egy ablak, akkor az óra a falon, csillagvizsgáló falán megrezdült, hát így nem lehet ugye másodpercre sem mérni az időt. Ez volt az egyik legnagyobb hibája az obszervatóriumnak, és Hellnek a nagy érdeme, hogy mégis megtalálta a módját, hogy hogyan lehet ezt mégis híressé tenni. Egyrészt olyan észlelésekkel, amelyeknél mondjuk nem baj az, hogyha időnként megrezdül a műszeren, tehát nem mikrométerrel, meg egyebekkel kell mérni. Másrészt pedig például ilyen a Jupiter holdak megfigyelése, vagy a hold és napfogyatkozások megfigyelése. De másrészt pedig olyan kiadványjal, amit az egész világon olvasnak. Hát ez a kiadvány volt a bécsi Ephemerides Astronomicae, a latin nyelven kiadott
csillagászati évkönyv, amit Hell 36 éven keresztül szerkesztett, és ez volt a világ második mai értelembe vett csillagászati évkönyve. Nem csak táblázatokat tartalmazott, hanem a második fele cikkeket is tartalmazott, ami nagyon nagy újdonság volt. A harmadik része is volt, ami először csak a Habsburg Birodalom csillagvizsgálóinak a működéséről számolt be, de később a greenwichi csillagvizsgálóból, meg Párizsból Messier küldött a számára évi beszámolókat, tehát olyan évi jelentések voltak, ahol a legfontosabb észlelésekről adatokat közöltek, és ezért a 1860-as évektől, vagy 1760-as évektől kb. 1800-ig a bécsi csillagászati évkönyv világszerte egy keresett és szétkapkodott évkönyv volt, és Hell ezzel tette híressé tulajdonképpen a bécsi egyetemi csillagvizsgálót. A évkönyvben például a Jupiter holdak helyzetét is bemutatja, hát itt látjuk az egyik lapja a évkönyvnek, hogy egy adott időpontban mikor, hogy helyezkednek el a Jupiter holdjai, és melyiknek van például a fekete karika itt a szél, azt jelenti, hogy fogyatkozása lesz az egyes holdnak. Itt a kettes hold fogyatkozását. Meg az eltűnését a bolygó mögött, vagy elvonulását a bolygó előtt szintén feltünteti. Ezek a földrajzi hosszúság mérés szempontjából voltak nagyon fontosak. A Hell-féle csillagvizsgáló, illetve hát a bécsi egyetemi csillagvizsgáló, mondom, a legnagyobb hibája az volt, hogy rossz volt az elhelyezése, és sajnos 125 évig mégis azon a helyen maradt, a rossz helyen maradt, úgyhogy csak a mindenkori csillagászoknak a tekintélyén és tehetségén múlt, hogy mennyire híres a obszervatórium. De a másik pedig az, hogy Bécsnek a városi füstje és a Duna csatornának a párája az az észleléseket megnehezítette. Tehát Hell gyakorlatilag, és az utódai is, nagyon kevés észlelést végeztek. Ezért is állt Hell nagyon szoros kapcsolatban a nagyszombati csillagvizsgálóval, ami pontosan egykorú volt a bécsivel. Sőt, az építése az kicsit korábban is kezdődött, de a pestis járvány miatt elhúzódott. Nagyszombat, ugye akkor a magyarországi katolicizmusnak a központja, mert még az egyetem, a jezsuita egyetem Nagyszombatban van, és a jezsuita egyetemen történetesen a méltatlanul elfeledett Kéri Borgia Ferenc volt a rektor az 1850-es években. Kéri Ferenc pedig nagy távcsőkészítő volt, és Magyarországon gyakorlatilag ő kezdte meg rendszeresen és majdnem iparszerűen a tükrös távcsövek építését. És amikor az 1750-es években felmerült az, hogy az egyetemet korszerűsíteni és bővíteni kellene, akkor ő, mint rektor, éppen ő volt a rektor, mint rektor rögtön beépítette a csillagvizsgálónak a építését is, tehát a újjáépült északi szárny fölé egy csillagvizsgáló tornyot is kell emelni. Hát így épült föl, hát itt látjuk egyébként a kicsit kinagyítva a csillagvizsgáló tornyot. Ez már itt van megint az észlelő ablakok, azt is látjuk, ezek nagyon fontosak voltak. Egy nagy észlelőteremben több műszerrel, de itt már négy kis kupolát is látunk a tornyon, tehát fejlettebb volt, mint a bécsi, és modernebb volt, mint a bécsi csillagvizsgáló. A négy kupola közül kettő volt forgatható, azok alatt volt, az egyik alatt egy úgynevezett paralaktikus gép, a mai értelemben véve ekvatoriális távcső, a másik alatt pedig egy nagy kvadráns volt a függőleges és vízszintes szöget mérésére. A másik két kupola az álló volt, az rögzített volt, az egyikben egy kamera obszkura volt, amin keresztül az egyetem látogatói gyönyörködhettek Nagyszombat látképébe. Hát ezt Egerben ma is mindenki megnézheti. A másik kupola a meteorológiai műszereknek a tárolása
szolgált. Itt látunk is egy figurát, ahogy éppen társa az égre néz, ez nem csak egy egyszerű szobor, hanem ez egy szélkakas, szélzászló. Olyan vékony bádoglemezből készült, tengely körül forgott, és olyan szél fújt, úgy arra nézett a társával, amerre a szél fújt. Az egész torony, na itt a utólagos metszetét is látjuk, az egész torony, ez mintegy 40 méter magas volt, hát valóságban ugye látjuk, a kupolák kicsit kisebbek voltak, mint azon a metszeten, és itt látjuk a beosztását is, ez a nagy észlelőterem, lent pedig részben a műszerek és könyvek tárolására, részben a csillagászok lakásaként szolgáló helyiségek voltak, tehát a toronynak minden emeletét kihasználták, a ajtók pedig a nagy könyvtárteremben nyíltak, hogy ott rögtön a csillagászok, ha kell bármilyen könyvhöz hozzájussanak. Meg kell jegyezni, hogy a Nagyszombati Egyetemnek a könyvtára Hell szerint és Sajnovics János szerint például messze felülmúlt a Prágai Egyetemnek a könyvtárat, ami igen nagy szó, mert hiszen Prága azért a Habsburgoknak a kiemelt kedvenc városa volt, ott ugye volt egy darabi királyi udvar is, illetve egy uralkodói udvar is, de ennek ellenére a nagyszombati jezsuiták a világ minden részéről hoztak könyveket, úgyhogy például Közép-Európában, ezt kevesen tudják, Közép-Európában, Dél-Amerikában nyomtatott könyvek, azok Nagyszombatba kerültek többek között, Bécsben nem találhatók meg. Sőt, Rómában sem találhatók meg valamilyen okból, azt hiszem a franciák lopkodták el a Napóleonék. Nagyszombati egyetemnek megvan, és most pedig a Budapesti Egyetemi Könyvtárban megtalálhatók, ha csak ott el nem lopták, nem a Napóleon katonái. Na, szóval itt látjuk, ez a hiteles rajza a nagyszombati csillagvizsgálatoronnak. 1753-tól 55-ig épült, 1755-ben avatták föl, de tulajdonképpen 1756-ban kezdték meg a megfigyeléseket. Sajnos nem maradt meg az eredeti leltára, egy későbbi szállítási leltár volt, leltára van, amikor Budára költöztették az egyetemet 1777-ben Mária Terézia rendeletére, és akkor ugye a budai várba építették föl újra a csillagvizsgálótornyot, és akkor felvették a műszereket. Hát érdemes ugye tudnunk azt, hogy olyan sok műszer volt Nagyszombatban, még 1777-ben, hogy a felszerelésnek a felét ott hagyták, és csak a másik felét hozták Budára. A Nagyszombatban maradt felszereléssel ott még 5 éven keresztül észleltek, és az új berendezéseket pedig már a budai várba szerelték föl. A nagyszombati észlelésekről egyébként éveken át kiadtak latin nyelvű beszámolót, ez az Observationes Astronomicae, stb. Című kiadvány, amíg a jezsuita rend fennáll, addig nincsen szerzője feltüntetve, mert kötelező volt a szerénység, tehát az igazgató nem írhatta ki a nevét, de aztán 1774 után már oda van írva, hogy Franciscus Weiss, Weiss Ferenc, a csillagvizsgáló első és egyetlen igazgatója adta ki, állította össze és adta ki. Hogy nézett ki belülről, egy ilyen évkönyv azt a következőkét mutatja. Itt például hold együttállásokat látunk csillagokkal vagy bolygókkal. Szépen mérték percről percre, mikrométerrel, hogy a hold milyen messze van, illetve a bolygó vagy a csillag milyen messze van a hold középpontjától, és aztán ezt még ábrázolták is ilyen részmetszetű táblázatokon. Ezek nagyon fontos mérések voltak a hold mozgásának a megismerésére. Nagyszombatban egyébként tulajdonképpen Weiss volt a lelke, aki nem volt egy zseniális elméleti ember, de egy hihetetlen szorgalmú észlelő volt, úgyhogy az egyik jezsuita naplóban az van, hogy a Nagyszombatban
szinte minden derült nap fáradhatatlanul folyik a megfigyelés. Ez egyébként az is érdekes, mert bizonyos mértékig az időjárásra is fényt vett, mert hogyha megnézzük, hogy mikor voltak észlelések, az nyilván derült estét, vagy derült nappal jelent, bár napészlelés kevés volt. Mit észleltek ezen kívül? Üstököst, például a héli üstököst, és szinte minden nap és hold fogyatkozást, amit az időjárás megengedett, és azon kívül a Merkur átvonulását a nap előtt, és a Vénusz átvonulás 1761. évi átvonulásnak a végét. Ez azért nevezetes, egyébként heltette közzé ezt a megfigyelést, azért nevezetes, mert akkor Weiss megmérte a Merkur átmérőjét. Minden kortárs nagyobbnak mérte a Merkurt a valóságosnál. Szinte azt lehet mondani, hogy Weissé az egyetlen, ahol az átmérő a mai értékkel egyezik, tehát ő mérte meg a maga korában legpontosabban. Na most ez megint olyan dolog, mint a Hell-féle parallaxis mérés, hogy ebben a véletlennek is természetesen nagy szerepe volt, de kétségtelen, hogy Weiss olyan szorgalmas és gyakorlati észlelő volt, hogy valószínűleg a kortársainál nagyobb gondossággal is figyelt, tehát az ő észleltehetsége is hozzájárult. A műszereket azután, mikor a Nagyszombati Egyetemet Budára költöztetik, a műszereknek a szebb, jobb példányait Budára hozzák, a többi marad Nagyszombatban, ahol a segédcsillagász Taucher Ferenc még 7 éven keresztül észlel. Budán pedig a királyi várra emelnek settébe egy tornyot. A csillagászok rettentő sokat panaszkodnak arra, hogy a torony rossz irányba áll, az ablakok nem a fővilágtáj felé néznek. Szóval nem voltak megelégedve vele sehogy sem, de a panaszkodásban azért egy kicsit túllőttek a célon, azért, mert minden csillagászati igazgató fejleszteni akarja az intézményét. És a fejlesztéshez nyilván az kell, hogy feketébb megfesse. Ez olyan, mint az amerikai szenátus egészen az ember holdra szállásig minden évben elmondta azt, hogy az oroszokhoz képest az űrkutatásunk le van maradva. És természetesen akkor a kormánytól a végén csak kizsarolták az űrkutatásra szükséges pénzeket. Tehát ugyanezt csináltak a magyar csillagászok kicsiben, hogy állandóan panaszkodtak a József Nádornak arról, hogy de a csillagvizsgálónk milyen rossz, ócska, használhatatlan. Hát az időnként kaptak egész szép támogatást, például, hogy akromatikus lencséket szereljenek a távcsövekbe, például, hogy új csöveket szereljenek be. Egyébként akkoriban azért a csillagászok nem élhettek rosszul. Igaz, hogy például Weiss pap volt, tehát mondjuk neki, hogy is mondjam, szolgálati lakása is volt, a toronyban egyébként, de mondjuk nem volt olyan nagyon rossz a fizetésük, mert amikor a nagyszombati csillagvizsgálót leszerelték, és a műszereket is átszállították Budára, akkor az egyik távcső szétszerelése közben a csőbe bedugva 100 lajos aranyat, új dolgot találtak. Hát ez egy óriási összeg volt. 100 lajos arany, az egy hatalmas összeg volt, ezt valamelyik csillagász gyűjtögette össze, és egy használaton kívüli kis távcsőnek a résztubusába dugta el a pénzt, hogy mit tudom, el ne rabolják, hogy nem tudom miért. Talán azért, hogy a jezsuita rend feloszlatása alá ne kobolták el. Hát ezt aztán a tanulmányi alaphoz csapták, és ezt a csillagvizsgáló fejlesztésére fordították. Az azonban tény, hogy két nagy hibája volt, az egyik az, hogy a budavári csillagvizsgálat, az egyik az, hogy nagyon gyorsan húzták föl, és ezért nem száradt ki a vakolat. A fennállása során végignyírkos maradt az épület, és valószínűleg a Bogdanics Imre másodcsillagász korai halálát is az okozta, hogy amúgy is gyenge tüdejű ember a állandóan nyírkos szobába lakott, és ez az idejére ment. A másik hibája pedig az volt, hogy 1800 után egyszerűen alkalmatlan volt, hogy a ugrásszerűen fejlődő új műszertípusokat befogadja. Itt is négy kupolát látunk, három forgatható. A négy kupola
alatt kettőben volt műszer, de olyan kicsik voltak, kb. 2 méter 80 centis a átmérőjük, hogy egy modernebb távcső már nem fért el alattuk. A másik dolog az volt, hogy a nagy ablakokon keresztül történt az észlelés, de a 1800 körüli modern passzázs műszerekkel és meridián körökkel már így nem lehetett észlelni, mert például a meridián távcsőnél akkor az északi ablaknak, meg a déli ablakhoz is egy-egy külön műszert kellett volna elhelyezni. Tehát egyszerűen ez a barokk csillagásztorony építmény alkalmatlan volt arra, hogy az 1800 után ugrásszerűen fejlődő modern csillagászati eszközöket befogadja. Tulajdonképpen a nagyszombati, illetve a nagyszombatból Budára telepített csillagvizsgának az elavulása jelzi a barokk csillagászat tornyoknak a végkorát. De Magyarországon azért még épült csillagásztorony. 1781-ben fejezték be az egri csillagásztorony építését. Lényegében Kremsmünster és Mannheim mellett ez Európában az egyetlen barokk csillagásztorony, amelyik sértetlenül fönnáll, tehát átépítés és egyebek nélkül fönnáll. A többit azt, ahogy a modern igények változtak, úgy modernizálták, átépítették, toldozták, foldozták. Kremsmünstert nem kellett, mert az hamar múzeummá vált. Egerbe pedig egyszerűen, miután nem lett egyetem az egri líceumból, illetve egri gimnáziumot nem tudták egyetemi nyilvánítani, tehát a fejlesztés megállt. Úgyhogy nem merev lett a fejlesztése, és ennek köszönhető, hogy ma is egy 1780-as csillagásztoronynak a teljesen hű képét adja. Hát, hogy milyen műszerek vannak, hogy néz ki mondjuk közelről, itt nagyon érdekes az ablakokat megfigyelni, mert lehet látni, az ablakok teljesen bezárhatók, úgyhogy az észlelő termek még nappal is teljes sötétségbe boríthatók. Ezek ilyen bádog táblával bezárhatók. Aztán a következő képen is. Nem, itt már a műszereket látjuk. Hát ez a műszer, a jobb oldali műszer, ez nem 1700-as évekből való, de a másik kettő igen. Tükrös távcső és hordozható kvadráns. Hát látható, hogy ezeket még tényleg lehetett az egyik ablaktól a másikig hurcolni. Az egri csillagásztoronynak egyébként az volt a tragédiája, mondom, Eger nem lett egyetem, és a fejlesztés megállt, de még egy tragédiája volt a 20. században. Tudnélik az, hogy 1963-ban mikor a romos tornyot újjáépítették, akkor egy nagyon szép kis múzeumot rendeztünk ott be, ami az egyetlen ilyen jellegű csillagászati múzeum volt Közép-Európában, és Európában is, mondom, 3 hasonló, ha van, és azok közül Eger mondjuk fekszik úgy, hogy a leglátogatottabb, mert Kremsmünsterbe a kutya sem szokott elmenni, és a bencések havonta egyszer engednek oda be embert. Tehát az Eger az nagy idegenforgalmat csinálhatott volna, az egri bor mellett azért, és az egri vár mellett a csillagvizsgálóval is, hiszen a grívisi csillagvizsgálónak, már a csillagászati múzeumnak az akkori vezetője, például a műszereknek a fényképeit látva azokat elküldtem neki, azt írta nekem, hogy örül ezeknek a képeknek, mert valaha a grívisi csillagvizsgálóban is ilyen műszerek voltak, de ma már nincsenek meg. Ott tudnélik, az elavult műszereket eladták. Egerben megmaradtak. Tehát ők tudják, hogy milyenek voltak, mert megvannak a pontos tervrajzok, és 1950 és 70 között kb. 1 millió angol fontért minden régi műszert rekonstruáltak. Nekünk pedig itt volt ingyen és bérmentve, és hát tessék megnézni, hogy néz ki az egri csillagászati múzeum. Na, még valamit, azt hiszem, ezt elmeséltem már, de azért érdemes észbe tartani, amikor a Greenwich konferencián 1984-ben bemutattam a akkori
igazgatónak a képeket, azt mondta, hogy nem tudnám-e a magyar kormányt rábírni arra, hogy legalább egy részét adják el az angoloknak, hiszen ezek angol gyártmányú műszerek, tehát nekik nemzeti kincs. Ő hajlandó felajánlani a végleges vételár 10%-át a közvetítés fejébe. Nem jártam közbe. Nem is járhattam volna egyébként, szóval mondjuk magyar törvény nem is engedik meg, de nem jártam közbe. Lehet, hogy ma nincsenek kellően megbecsülve, de hát ha egyszer még olyan is lesz. Azt hiszem, hogy ezzel. Mert Egerrel zárjuk a képet, mert ezek körülbelül így nézett ki belülről a Nagyszombat és Budavár egy csillagvizsgáló, ez a híres egri meridián, ahol itt a délben a besütő napsugár a észak-dél vonalon áthúzott zsinort metszé, és ebből lehetett a napórai delet, körülbelül 0,1 perc pontossággal mérni. Ez minden barokk csillagásztalaiban megvolt, akkor is, ha volt passzázsműszer, meg minden más, de azért ez megvolt. De hát mondom, a budavári csillagvizsgálónak az elavulásával és az egyének a megszínésével, anyagi megszínésével lényegében a csillagász tornyoknak, toronyszerű csillagvizsgáló épületeknek a fénykora elmúlt. A következő század, a 19. század már egészen más stílust, kupolás, csillagvizsgálókat követelt és épített, olyanokat, amelyeket aztán a 20. században fejlesztettek ki. Hát köszönöm szépen a szíves megjelenésüket, és köszönöm a segítséget, illetve nektek a közvetítést. Az internet a félvétet. Jó, te képviseled őket. Hát ha esetleg kérdés vagy megjegyzés volna, tessék. Szóval csak nem üvegablakon keresztül, hanem kinyitották azon. Kinyitották. Egyébként hát ekkora üvegtáblát nem is tudtak volna önteni, úgyhogy csak ilyen mozaik, vagy pedig ólomüveg ablakokat tudtak volna elhelyezni, de az ablakokat ki kellett nyitni. Hát általában akkor is már ez úgy ment, mint ma a kupoláknál, hogy mondjuk, ha éjszaka észrelni akart, akkor napnyugta után kinyitotta az ablakot, hogy áthűljön a terem, fölvette a prémes bekecsét, hogy ne fázzon meg télen, és hát bizony, annak is a külső hőmérséklet, ezt tudták. Na most az ablakokon keresztül való észlelésnek akkor is azért megvolt az a hibája, hogy a fal mellett csak áramlik fel a levegő. Egerbe tudjuk a legpontosabban, mert ott megmaradt egy-két lámpa olajmécsesekkel. Na most a 1700-as éveknek a 80-as, tehát kb. Eger építések körüli időben, akkor már elég nagy piros színű üveglemezeket tudtak csinálni, és akkor már tudtak olyan olajmécses is csinálni, aminek ilyen piros búrája volt, tehát olyan volt, mint a piros szűzősebb lámpa. Addig pedig hát azt csinálták, hogy lehetőleg halványabbra állították a lámpát, és külön ember írta a jegyzeteket a gyenge lámpafénynél, és a csillagász tök sötétbe észlelt, ha tudott. Egyébként érdekes módon ezekről a technikai részletekről nagyon kevés leírás maradt meg, mert akkor, amikor ezeket csinálták, akkor ez a természetesnek tűnt. Tehát senki nem tartotta fontosnak, hogy leírja, hogy milyen erősen világított a lámpa, legfeljebb akkor zavarta. Például, hogyha valami észlelést mondjuk lehetetlenné tett a túl erős lámpafény, akkor azt felírták. De általában nem írták föl. Így tudjuk például azt, hogy milyen volt a budai csillagvizsgálóban a nagy kvadránson a mikrométer, illetve milyenek kellett volna lenni, és miért szeretett volna a Paszkvics János akkor már. Tudnélik, hogy leírja, hogy milyen nincsen. És abból, hogy a negatívumot leírja, hogy mi az, ami hiányzik, abból tudjuk, hogy milyen. Ezeket, szóval ilyen műszertechnikai könyveket általában, és leírásokat általában az 1800-as években kezdenek csak.
közölni. Szóval akkor jönnek rá, hogy ez is lényeges. Addig valahogy úgy volt, hogy ilyen nagy, a fő csillagász mellett voltak a csillagász inasok, azok úgy elsajátították, és hát akkor egy szokás, hogy mit, milyen lámpát használ, az 50 évig érvényben volt. Úgyhogy, hogy is mondjam, szájról szájra járt a hagyomány, hogy hogy kell csinálni. Hát persze az olyan ma is kicsit így van. Nálunk például a svábhegyen erre Aurél még emlékezhet, miután a svábhegyi csillagászok többsége Tasantal óta német földön szerzett gyakorlatokat és ismereteket, tehát nagyon sok német kifejezést használtak, és ha az ember megnézi a régi naplókat, akkor azt látja, hogy schleieros volt az ég. De felhős, ciruszos volt az ég. Tehát hátyor felhők voltak az égen, de ők schleiert írtak, még az 1950-es években is. Én is kommentott. Igen, igen, ez valahogy úgy, mert ugye így tanulták el szóban a német tanárok, és így adták tovább a sajátjaiknak. De érdekes, hogy az orosz kifejezéseket nem vezették be, pedig herceg az lehetett volna. Sőt, almár is. Engedném, meg lehet jegyezni, hogy a főépület itt sincs tájolva csillagászatilag, úgyhogy kételenek voltak egy olyan ferdebb falat beépíteni a csillagvizsgálóba, amely pontosan déli észak irányba nézett, hogy erre szerették föl a... Igen, különben, hogy az egri tényleg értékes, ez nagyon jellemző, hogy az 1700-as évek végén egy angol utazó, egy Townsend nevű angol utazó járt ott, és ő maga ír rendkívül nagy elismeréssel, hogy milyen sokat költöttek, és hogy Angliában bizony nagyon kevés intézménynek van ilyen nagy angol gyártmányú műszere, mint amit az egri püspök hozatott. Ám bár az egri püspök szidja mindig a pogány anglikánokat, de azért a műszereit Angliában hozatja, de elismeréssel írja, hogy nagyobb műszerek voltak az egri csillagvizsgálóban, mint az angol obszervatóriumokban. Szóval ez egy furcsa dolog, hogy ezt valahogy mi úgy nem tudjuk megbecsülni. És hiányzik a kultúrtörténetünkből. Pedig hát mondjuk ez is megérne egy misét. És tulajdonképpen miket észleltek? Mi voltak akkor a nagy kérdések, vagy a nagy észlelések? Hát ugye a Jupiter holdakat mondtam, ez kimondottan Hell program volt, és aztán, hát illetve csinálták mások is, de Hell volt, aki a legjobban kidolgozta. Aztán a hold csillagfedései, ez szintén földi hosszúságmérés szempontjából fontos, meg a hold mozgás szempontjából. Tudjuk, a hold lévén korongol, akkor az akkori mérőműszerekkel, ugye a hold pozícióját, tehát a hold korong középpontját nem tudták olyan pontosan meghatározni. De a csillagoknak megvolt a pontos pozíciója már, mert hiszen az pontszerű. Tehát, ha megfigyeltek egy csillagfedést, akkor a hold peremnek azt a koordináta pontját azt pontosan rögzítette. Szóval ezért is fontos volt. Na most a napfogyatkozások, ez ma már tudjuk, hogy a bizonyos delta T miatt, tehát a föltengely forgásának az egyenletlensége és lassulása miatt, azt persze akkor még nem tudták, csak azt tudták, hogy tized másodperc, tehát a másodperces differenciák vannak a kiszámított. Most egyik része a számításnak a hibájából ered, a másik része pedig abból, hogy nem tudtak minden tényezőt pontosan figyelembe venni. Most körülbelül 1600-tól 1850-es évekig egy rendkívül fontos dolog volt a csillagok pontos pozíciómérése. Tycho Brahe nagyon boldog volt, hogy ő állítólag 3 ívperc pontosággal méri meg egy csillagnak az égi helyzet helyét. Flamsteed Greenwichben távcsővel észlelve ez 1600-as években már egy ívpercet ért el. Az 1700-as években az egy ívmásodperc az valami hallatlan nagy pontosság volt.
Tehát minden nemzedék arra törekedett, hogy olyan műszereket gyártson, és olyan mikrométereket, meg órákat, amelyekkel az ív másodperc alá lehet menni. És ez kb. 1850 körül érték el az időmérés is, és a mikrométeres mérés is. Olyan pontosan vált, hogy már a tized ív másodpercek is megbízhatók voltak, és akkor már századra törekedtek. Hát, hogy ez kicsit messze van a Hipparchosznak a pontosságától, de például a földrajzi hely meghatározásban az rendkívül fontos. Éppen most írtam egy cikket, kicsit utána számoltam, például Marcelli gróf, aki a bolognai csillagvizsgálónak a műszereit adományozta, Marcelli gróf Magyarországon 6 ponton végzett földrajzi hely meghatározást a szélesség mérésére. Ezeknek az átlagos hibája 4,5 ívperc, a plusz-minusz 4,5 ívperc. Ő tudott volna pontosabb értéket is kapni, csak utánéztem azoknak, ő leírta, hogy milyen csillagokkal mért, közölte is, megnéztem a táblázatba, hát kérdezte, hogy a csillagoknak a pozíciójába is 3 ívperc hiba van, pedig ő a Hevelius féle is a legpontosabbnak elismert. Az átlagosan 3 ívperc. Tehát nem tudott volna pontosabban földrajzi szélességet mérni, mert egyszerűen a csillagok, amikkel mért, nem voltak olyan pontosak. Tehát ezért a csillagok pozíció mérése. És ezt a világon sok helyen mérték, na most akkor Bessel-nek támadt a nagy ötlete 1830-as években, hogy egyesíti. Tehát amit Dél-Amerikában, Szentpéterváron, Budán, mindenféle helyeken észleltek, azok a táblázatban foglalta, és aztán ezekből redukált és középértékeket számolt, és így kapta meg visszamenőleg, és ezzel tudott ő tulajdonképpen ív másodperc alá lemenni. Tehát mint a paragvai meg a nagyszombati észlelést összebetette, és a középérték már pontos volt. Tehát ezek voltak ugye a fő programok. Na most a üstökösöknél persze az üstökösök helyezete, és aztán 1800 táján jön a hold, megint a hold felszín bolygók rajzolása, és akkor kezdenek megint a parallaxikus távcsövek uralomra jutni. De 1800-ig ezek voltak a legfontosabbak. És időt mivel tudtak akkor mérni? Milyen pontossággal? Hát a inga óra az már 1650-es évek óta ismert volt, és 1700 táján már egész jó minőségű órák voltak, egy másodperc volt általában a járásuk, nem a pontosak a járásuk, tehát egyik napra a másodra egy másodperc, de ezt tudták mérni, és tudták korrigálni. Na most maga a mérés az nagyjából ugyanúgy történt, mint ma, csak más, kicsit más műszertípusokkal, például úgy, hogy nagy fali kvadráns, negyedköri, pontosan a délkörre beállítva, és akkor a napdelelésben, vagy pedig a csillagdelelésből mérték a csillagidőt, illetve a napórai időt. 1800 körül egy nagy vita kerekedett a körül, hogy melyiket használják, a napórai időt, vagy a csillaggal mért időt. Tudnék, a napórai idő, hát ugye a csillagidőhöz képest az plusz-minusz 15 percet ingadozik az év során, illetve a középidőhöz. Csillagidőből levezetett középidőhöz képest. Viszont a napórát azt akkor még széltébe használták parasztok, polgárok, arisztokraták. Tehát a nép, Európában a nép között egy elterjedt eszköz volt a hordozható napóra. Tehát ezért volt vitatott, hogy olyan a csillagászok milyen idő szerint jelezik a delet, a napóra szerint, vagy pedig a csillagidőből számolt középidő szerint. Tulajdonképpen ezen a téren a általam nem nagyon kedvelt Csach Ferenc, akit egyesek Zácsnak mondanak, ugye Csach Ferencnek volt az érdeme, hogy ő egy kis szűkközi nemzetközi konferencián szinte rábeszélte a megjelent csillagászokat, hogy a középidőt és a csillagidőt. Tehát a csillagidőt és a középidőt válasszák, nagy közönségnek a középidőt, a csillagászoknak a csillagidőt. De körülbelül 30-40 évig terült. Például Budán 1830-as évekig napórai idő járta.
napóra időszerint harangoztak. 1830-ban indította meg aztán Tittel Pál a középidőjelzést. És még így is például Berlint megelőztük. Internetes kérdés. Kocsis Anti kérdez innen a szomszédból, Balatongeneséről, hogy az 1950-es években Kubának ajándékba adott 19 vagy 20 centis lencsés távcső hol van jelenleg, és tudnél valamit róla, hogy közben használták-e és mire? Semmit nem tudni róla. Én próbáltam a Szejdő Bélát is, még igazgató korában a Balázs Lajost is meginterjúvolni. Balázs Lajos nem, szóval azt hiszem nem akarnak tudni róla. Tudnélik, az egy nagyon sötét dolog volt, hogy ezt oda ajándékozták, mert ez már akkor egy műszaki műemlék volt, amikor ezt oda ajándékozták. Azt a Anita McConnell mondta meg nekem, és állapította meg, hogy ebbe a Cook, az angliai Cook műhelynek ebbe a típusába ez volt az utolsó műszer. Ez volt, és a Cookék most is hajlandók lettek volna megvenni, visszavásárolni a műszert. Egyébként másrészt pedig a Podmanicki csillagvizsgáló hagyatéka volt, és hát ugye Detrep nagyon sokat dolgozott vele, úgyhogy a magyar csillagászat történetében ez úgy beépült. Ez egy nagyon sötét dolognak tartom. Nem tudnak róla semmit, de mondom, szerintem egy kicsit rossz a lelkiismeretük talán azért. Bár hát se a Szejdlica, se a Balázs Lajos nem tehetett volna semmit ellene. Az lett volna az észszerű, hogy a Kulintól vagy a Izétől, a Montól egy tükrös, ha már kell valami ajándék, egy tükrös távcsőt rendelni, azt szereljék meg szépen, és adják oda a kubaiaknak. A Kocsis Anti mi mindent tud? A csillagászati évkönyvből gondolom, talán jelentésekből. Tehát, hogy begyűjtötte volna a gyűjtőszervezőket. Hát a Műszaki Múzeum tőlem, én azért kérdeztem meg egyébként a mindenkori igazgatókat, mert a Műszaki Múzeum többször meginterjú volt, hogy hogy lehetne megszerezni ezt a távcsövet. Hát mondtam úgy, hogy a Fidel Castro-t megkérjük, hogy küldje vissza. De valószínűleg valahol az őserdőbe elrosdásodott, mert nem sokat tudok arról, hogy Kubában valami csillagászati mozgalom lenne, viszont ha most akarnak valamit, akkor vesznek egy amerikai távcsövet. Szóval tulajdonképpen az ma már csak egy relikvia. Modern igényeknek már nem felelne meg. Üdvözlöm a Kocsis Antit! Az internet csodája. Igen. Milyen jó, hogy telepítettem neki többé napot vele. Hát, köszönöm szépen az érdeklődést is, és remélem, hogy azért valami érdekes. Valami érdekességet nyújthattam. Köszönöm szépen. Köszönöm.